Herényi Károly a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Angela Merkel dönthetett volna úgy, hogy elutasítja Orbán Viktor meghívását, írja ön a Népszabadságban. Az már csak apróság, hogy az MTI tudósítása szerint a Szegedi Tudományegyetem hívta meg, de mindegy is, mert nem ez a lényeg. Miért gondolja azt, hogy dönthetett volna úgy, de legfőképpen milyen indokok alapján dönthetett volna a német kancellár, hogy hát nem megyek oda? Szerintem nem volt egyszerű ez a döntés, mert azért ami történik ebben az országban Orbán kormányzása alatt, az Európai Unió, meg Németország, meg normális országok számára kevéssé elfogadható. És egy ilyen látogatás nyilván a legitimáció lehetőségét is magában hordozza. De én azt gondolom, hogy ő nem nagyon tehetett más, mint hogy eljött, mert szemben a hazai gyakorlattal, ő ezzel nem a politikusokat tisztelte meg, hanem tulajdonképpen azokat a választókat, és tudomásul vette demokrataként, hogy Orbán kétharmaddal megválasztották. Igaz, hogy egy olyan választójogi törvény alapján, ami 25%-os többség esetén kétharmadot biztosít, de hát ő megtisztelte a magyar választókat azzal, hogy eljött. Csú, hát ez most már a többedik, sokadik variáció. Tehát egyrészt ugye, nagyon sokan állították, gondolták azt, hogy majd sejem zsinort hoz Orbán Viktornak, hogy na most már ezt így nem, és ezt tessék abba hagyni, és ez most már több volt a soknál, és ezt sem az Unió, sem én tovább nem tűrjük, és tessék lemondani önként az én tanácsomra. Ez egy beteges gondolkozás. Én nem tudom, hogy ez ki találta ki, és milyen De elég nagy tábora volt. Kívülről igaz. Várjuk a segítséget. Igen. Aztán, hogy majd Putyin elnök látogatása előtt, tehát azért jön Merkel kancellárral, hogy Putyin be kell előznie, hogy jó tanácsokkal, elvárásokkal, kérésekkel lássa el kollégáját. Ami másik, amit ön mondott, hogy a magyar embereket tisztelte meg, de hát akár a választást, a szabadságát, mondjuk az EBSZ által is kritizált választási törvényt és szabályokat, akkor a német kancellár is pontosan ismerheti, tehát akár mondhatta volna azt, hogy oké, rendben van, egy pár család, meg nem tudom mi, de ez a választási törvény nekünk sem, meg az EBSZ-nek sem tetszik, hát akkor én nem megyek legalizálni. Ezzel erősítette volna Orbán, tehát hogyha nem jön el, akkor Orbán hivatkozhat arra, hogy bezzeg a német kancellár se veszi tudomásul, hogy azt neki milyen nagy a támogató. Azt nem merte volna szerintem Orbán Viktor, tehát a német barátságot kockáztatni. Honnan tudjuk, hogy mit nem mer? Majd nézze meg a holnap, vagy a holnap utáni újságot is kiderül, hogy meg tud lepni. Hát a mai meglepetés az a Skanzenország, vagy a rezervátum, ugye a multikultúra elutasítása, aminek ez az eredménye. Minden nap van meglepetés. Igen. Így van, az előbb idézett cikkben. Ezzel nem akarunk a multikulturális társadalmat nyilatkozni. Skanzent akarunk. Ezt úgy hívják a világ normálisabb részén. És ugye ott nincs is kultúra. A kultúra az attól kultúra, mert elfogad más kultúrákat. Az az alap, amelyik nem fogad el más kultúrát, sőt, kirekeszt, ez nem kultúra. Az egy ilyen belterjes valami, ami a skanzenek világát idézi. Visszatérve még a kancellár látogatásához, akkor ön szerint mi az indoka, hogy ha egy kicsit hosszú idő is telt el az előző látogatás óta, ha mondjuk a 25 éves határnyitás 25 éves évfordulójára nem is tudott eljönni a kancellár asszony, de hogy akkor miért jött most el? Mi volt az igazi küldetése, üzenete a látogatásnak? Hát én ezt nem tudom, bár velem nem közölte, de feltételezéseim vannak. Az ön feltételezésére vagyok kíváncsi. Az annyi, hogy ugye most járt le az a határidő, ami az orosz embargóval kapcsolatos, és nyilván Orbán ebben az ügyben is kilóg a sorból, és én szerintem a tárgyalások jelentős része az erről folyt, hogy itt mi történik. Hát az egészen biztos. Hát ezért jött. Ez hát akkor egyszerű. Gyakorlatilag az összes többi, hogy most akkor multikulti, vagy skanzenország, 25%-kal itt lehetett kétharmadot nyerni, az ellenzék ezt el is fogadta, egyébként meg egy pár kormányhoz közeli embert ki is tiltottak az Egyesült Államokban, ez így ment a levesbe, egy volt a fontos a német kancellárnak, hogy az orosz szankciók támogatása mellé mindenkit csatosabb állítson. Ne essünk mi is abba a hibába, hogy a Merkel asszonytól várjuk a megváltást, ami nem vagyunk rá képesek. Ha őt meghívták, akkor nyilván eljön, ha a Szegedi Egyetem hívta meg, akkor azért, ha előzőleg a Lázár János hívta meg, akkor azért jön, hát eljön. Hát egy Európai Unión belül nem lehet úgy viselkedni, hogy mi viselkedünk, hát abban a pillanatban, hogy nem jön el, akkor elkezd ugyanúgy viselkedni, ahogy a magyar kormány nekünk nem tetsző módon viselkedik.
Akkor visszatérve a mai interjúhoz, amit már egy szőröm mentén idéztem az előző beszélgetésben, a Fidesz egyes vezetőjének a vagyonosodására vonatkozó kérdésre válaszolt azt a miniszterelnök, hogy Magyarország egyedülálló az átláthatósági szabályaival, amelyek jóval szigorúbbak a német szabályoknál, így nem meglepő, hogy a kevésbé korrupt országok közé tartozunk. De meglepő, mert nem így hallottuk eddig. Ez nettó hazugság, tehát erről kár szót ejteni. Egyébként érdekes, hogy ebben az interjúban általában nem a kérdésre válaszol, hanem a válaszokban van egy ellentétes állítás ebbe is. A német szabályokra hivatkozik, hát ez nem illő dolog, nem arról kérdezték, hogy mi a véleménye a német. De ez gyakorlatilag azt mondja, hogy ti korruptabbak vagyok. Így van, ennek ez a látens üzenete. Tehát ez olyan fajta stílustalanság, amivel kár foglalkozni, mert az ember oda jut, ahova nem akar. Tehát ezzel kár foglalkozni. Hát ez az interjú tele van hazugsággal. Arra a kérdésre, hogy követe politikai utasításokat az ügyészség, a kormányfő kijelentette, most hallom először, hogy szigorúan tilos és bűncselekmény ilyen utasítást adni és elfogadni, ezt most hallom először, mondta arra a kérdésre, hogy csak véletlen műve, hogy a civil szervezetek szerepét tagadó vagy taglaló beszéde után házkutatást tartottak az egyik civil szervezetnél, ezt most hallja először. Hát kár erről beszélnünk, szóval az egy érdekesebb dolog, ami engem érdekel, hogy mit is jelent ez a liberális demokrácia, illetve illiberális demokrácia. Arról nem kell beszélnünk. Tehát akkor ilyen alapon mondhatjuk azt, hogy hát ezt mondta már fél évvel ezelőtt is a miniszterelnök, most is ezt mondta, kár erről beszélni. Hát egy olyan képet állít, szomorúak vagyunk, hát egy olyan képet állít ki magáról és közvetve rólunk, ami nem használ nekünk, szóval sok munkába fog ez kerülni, amíg ezt majd helyre tesszük ezeket a dolgokat, hogy az ország nemzetközi megítélése, Magyarország nemzetközi megítélése olyan legyen, amilyennek lennie kell, meg amilyen volt. De én azért mondom, hogy kár ezekbe belemenni, mert akkor ő diktálja a napirendet, és akkor arról beszélünk, amiről ő beszél, és mi csak kullogunk utána. Egyébként az ellenzéknek ez a legnagyobb problémája, hogy egy követő magatartást produkál, kritizál, és ritkán áll elő olyan javaslatokkal, ami képes vagy alkalmas lenne arra, hogy a napirendet meghatározza, hogy erről beszéljünk. A napirendet vagy a közbeszédet, mert a napirendet az ellenzék nagyon nem tudja a parlamentben meghatározni, én és ugyanazt az önön hibáján kívül. De én mind a kettő nem a parlamenti napirendre gondoltam, hanem a közbeszéd napirendjére, persze. Tehát egy komolyabb politikai szerveződésnek rendelkeznie kellene azzal a képességgel, hogy tudjon olyan témákkal előállni, ami érdekli az embereket. Hát most azzal a témával áll elő az összes ellenzéki párt, hogy mennyi milliárd tűnik el feltételezhetően baráti körök és baráti társaságok körében. Hát ez rendben van, csak az az ellenzék nagy hibája, hogy a Fidesz-szel foglalkozik. És azt tudomásul kell venni, hogy a Fidesz az egy termék. Az a beteg magyar társadalom hibás terméke. Ha a magyar társadalom mentálisan rendben lenne, akkor itt a Fidesz nem lenne, nem hogy 6 évig vagy 8 évig, hanem egy pillanatig se lenne hatalmon, hiszen ilyen moralitással, amivel ők rendelkeznek, bűnhatalmon lenni és egy országot irányítani. Azzal kéne foglalkozni a politikának, hogy ezt a nyomorult helyzetben lévő társadalmat hogy lehet motiválni, hogy lehet olyan helyzetbe hozni, hogy képes legyen választani. Ma minden olyan baj rajtunk van, amit a szociológusok meg a pszichológusok leírnak, társadalomlélektannal foglalkozók, a tanult tehetetlenség állapota, a magyar már nem hiszi el, hogy képes változtatni a saját sorsán. Az anómia állapota, amikor azt hiszi, hogy nem képes teljesíteni az elvárásokat, egyébként nem is lehet. Hát az a régi Orbáni idea, a 3 szoba, 3 gyerek, 4 kerék, tessék az átlagfizetésből produkálni. Azt nem lehet, tehát ez ebből nem jön ki. És ez egy nagyon rossz érzés egy embernek, hogy elvárnak, társadalmi elvárásokat kell teljesítenie, úgy, hogy a társadalmi normák betartásával ez nem lehetséges. Tehát ezzel kéne foglalkozni az ellenzéknek, nem azzal, hogy hova tűnnek a milliárdok, azzal is, de nem az a fő téma. A fő téma az ez. Mi lesz a magyar lélekkel? Hát most beszéltünk róla, köszönöm szépen, hogy itt volt.